kézaiak a tenger közelsége okán szeretik a tenger gyümölcseit, így megkóstolhattam a spagetti carbonárát a tenger gyümölcseivel együtt, ami érdekes ízt neki. Szeretik továbbá a marhát és a csirkét is, majd meglátjátok a videóban. Pisa legismertebb látványossága a mindenki által ismert 56 méter magas Ferde torony. Az épület 200 év után végül a 14. században készült el. A II. Világháborúban Pisa összes tornyát lerombolták, így a lazadt talajra épülő létesítményt mindenképpen meg akarták menteni. Az idők során számos alkalommal próbálták megfékezni, hogy kidőljön, végül ezt 2001-ben sikerült véglegesen megoldani. Szűk, árnyékot adó utcákon járkálva is találhatunk látnivalókat, és utunk során több étterembe is botlunk. Számos saláta kínálatából választhatunk, illetve a különféle tészták is megtalálhatóak, ahogy a toszkán finomság, a ribolita leves is. A városból kifelé sétálva a Ligur tengerbe torkoló Arno folyót keresztezzük. Buszra szállva nagyjából 40 perc alatt a tengerpartra érünk, s ha megküzdünk a nagy kavicsokkal, hamar a vízben találjuk magunkat. Számos fogásban visszaköszönnek a kagylók, rákok, halak, de aki nem kedveli ezt a konyhát, az is könnyedén talál magának valami ízleteset, például a klasszikus tésztákat, és ha ez nem lenne elég, a napot egy csodás csokoládés pannakottával zárhatjuk.